kőszívű ember fiai, Jókai Mór egyik legnépszerűbb, legismertebb regénye. Cselekménye emléket állít az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak, mellette pedig megismerhetjük egy főúri család történetét is, tehát egyszerre történelmi regény és családi regény. Sajátossága, hogy a történelmi események nagyon pontosan és hitelesen végigkövethetőek. A cselekmény a fiktív nemes dombon kezdődik, és a Baradlai család útja is itt ér véget. A történet során több eseményt is érint az olvasó. Bécs, Szentpétervár, híres csaták, harcok, helyszínei. A legkiemelkedőbb személyisége a regénynek Baradlainé, aki a korszak nő ideájaként képviseli az egyéni boldogságot és szabadságot. Mindezt azzal próbálja kihangsúlyozni, hogy elutasítja Baradlai Kazimír, a férje végakaratát. Ez tetteiben, szavaiban jól megmutatkozik, hiszen azt szeretné, ha fiai boldogan élnének. Nem parancsol fiainak, hanem az érzelmekre hatva igyekszik meggyőző lenni, valahányszor terelni akarja őket a helyes útra. Ödön a legidősebb fiú, egyben a legerősebb jellem. Egy kiegyensúlyozott, határozott ember. Idealizált jellem, vagyis már szinte túl tökéletes ahhoz, hogy ilyen ember a valóságban is létezzen. Richard heves, ugyanakkor bátor és lovagias jellem. Jenő kiforratlan személyiség, aki kevés önbizalommal rendelkezik, az akkori politikai helyzetben nem találja a helyét, elborzad a gyors változásoktól, a bécsi forradalom látványától. Önfeláldozásával válik igazán hőssé. Ridegvári Bence egy ellenszenves figura. Mindent megtesz a hatalom és a gazdagság érdekében, ezért képes még a saját hazáját is elárulni. A Plankenhorst család egy velejéig romlott csapat. Alfonzin és édesanyja a leggonoszabb szereplők a regényben, rosszakaró magatartásuk mögött a vagyonszerzés szándéka húzódik meg. Természetesen ez elég sokáig nem derül ki, de utalnak rá. Jókai minden szereplőjét az eszményítés, a túláradó érzelmek, a szenvedély segítségével mutatja be, jellemzi, de nagy hangsúlyt fektet a humorra is, ami főleg a szereplők beszéd stílusára és a nyelvjárásokra épül. Számos mellékszereplővel tarkította az író a történetet, akiket egy-egy külön epizód erejéig megismerhetünk. A történetvezetés szempontjából ezek a történet mellékszálai, amik színesítik a regény világát. A motívumok is fontos szerepet játszanak. Egyik ismert motívum, mikor Baradlainé a halott férje képéhez beszél, mintha vele társalogna. No, ez így elég szárazon hangzik, de megosztok néhány érdekességet erről a regényről. A cselekményben a három testvér soha nincs egy időben egy helyen. A romantikus regényekre jellemző, hogy jó hosszú jellemzést ad minden szereplőről és helyszínről. Baradlai Richardnak és Plankenhorst Alfonzinak azonban nem tudjuk a haja színét. A bécsi helyszínek egytől egyig megfelelnek a valóságnak, ez is nagyon fontos. A kőszívű ember fiai című filmben egy szót sem ejtenek az orosz cári csapatok támadásáról, mivel az 1965-ben készült filmet nagyon erősen áthatotta az a félelem, nehogy az akkori Szovjetunió politikai hatása miatt, nehogy azt merjék feltételezni, hogy egy orosz ellenes film lenne. A regényben Baradlainé körülbelül 40 éves a szabadságharc idején. Ödön pedig 24 éves. Vagyis Marie 16 évesen szülte az első fiát. Lehet elsőre a regény fiatalon nem mond sok mindent, de ahogy felnövünk, rájövünk, hogy a kőszívű ember fiai sok igazságot és tényt rejteget magában, ami esetleg mai szemmel nézve is örökérvényű lehet.